Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió május 16-ai csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Az asztma hónapja. Évente 20 ezer új beteget diagnosztizálnak. Közeleg a határidő, már csak 4 nap van hátra az SZIA bevallás leadásáig. Bajnoki döntő előtt szombaton megkezdi a Salgótarján elleni finálét a Bácska kosárlabda csapata. Krízis helyzetben az asztmások. Az időjárási viszonyoknak köszönhetően számottevően megnövekedett az ilyen jellegű megbetegedésekben szenvedők száma. Napról napra újabb és újabb asztmás betegek látogatnak el a kórházba és a háziorvosukhoz. 1998 óta minden évben május 1-jén tartják az asztmások világnapját a Világmozgalom az asztmásokért szervezett kezdeményezésére. A májusi időjárásnak köszönhetően többen látogatják az orvosokat asztmás tünetekkel, mint eddig, erősítette meg dr. Matán Eszter gyermekorvos. Az asztmának elsősorban köhögéssel járó tünetekkel találkozunk. Ez a köhögés zömében éjszaka és reggel jelentkezik, de természetesen napközben is köhöghet a beteg. Mellkasi fájdalma van, légszomja és úgynevezett sípoló légzése, és a beteg zihál. Légszom, nehezen kap levegőt. Az asztmának 2 formája van. Az egyik a génekben, a másik az allergiás tünetek formájában jelentkezik. Ha nagyon leegyszerűsítve nézzük, akkor az asztmának 2 formája van, ugye az egyik az úgynevezett intrinszik típusú, ami ugye a génekben meghatározott, ugye genetikailag meghatározott, ugyan nagyon gőzerővel folynak ezek a genetikai kutatások, de azt lehet mondani, hogy nincs egy konkrét asztmagén, hanem azért ez egy poligénes betegség, tehát több génen találtak már eltérést. Ugye Ezek a súlyosabb betegek, ugye a súlyosabb tünetekkel jelentkező betegek, még a másik nagy csoport, így nagyon leegyszerűsítve, ugye az allergiás asztmások, akiknél valami külső tényező váltja ki a betegséget. Külső tényezők közé sorolhatjuk a szénanáthát, a virágpor, illetve az állatszőr allergiát is. Dr. Szarka Ildikó hozzátette, a tünetek sok esetben megelőzhetőek. Annak ellenére, hogy az asztma ugye az egyik leggyakoribb krónikus betegség, ugye mind felnőtt korban, de különösen gyerekkorban, mert ugye az előfordulását ugye 1-5, sőt akár 10%-ra teszik a lakosság körében, és főleg ugye a fejlett nyugat-európai országokban magasabb ugye az előfordulás aránya. Ennek ellenére szerencsére ugye nagyon-nagyon jól kezelhető, nagyon korszerű gyógyszerek elérhetők. Ugye elsősorban ugye a gyulladást csökkentő gyógyszereket kell adni, mert eddig még nem mondtam, ugye, hogy az asztma az egy krónikus gyulladás. Nem csak az allergiás tünetek, de egy jó ízű nevetés is köhögést, fulladást válthat ki. Allergiás panasz esetén a tünetek megelőzésére tabletta, asztmás roham esetén rohamoldó sprét ajánlanak a szakértők. A korszerű gyógyszeres kezeléseknek köszönhetően az asztma mára már egy szelíd betegséggé vált, tette hozzá dr. Szarka Ildikó. Ismét versenyt hirdetett a Bajai Duna Fotóklub. A délvidéki fotópályázatot másodjára írta ki a helyi egyesület. A pályázaton bárki részt vehet, legyen hivatásos vagy amatőr fotós, foglalkozástól, életkortól, lakóhelytől függetlenül. Nevezni kategóriánként legfeljebb 4 olyan fotóval lehet, amely még nem volt díjazva más magyarországi fotópályázaton, és nem szerepelt az első délvidéki versenyben. Sorozat beküldése nem megengedett. A jelentkezők színes és monokrom fotókat küldhetnek. Az idén külön kategóriába várják a bajai témájú képeket. Előzetes regisztráció után a pályázati fotókat a nyomtatott és digitális kategória esetében is fel kell tölteni az egyesület oldalára. A zsűri tagjai Bán Katalin, a MAFOSZ közép-magyarországi területi alelnöke, Hipság Gyöngyi, a Nyugat-Dunántúli alelnök, és Bedi Gyula, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke. A képeket június 2-ig várják a szervezők, a részletes kiírás pedig az egyesület honlapján elérhető. Közeleg a határidő. Május 20-ig nyújthatják be személyi jövedelemadó bevallásukat az adófizetők.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2019-ben a magánszemélyek és őstermelők mellett az egyéni vállalkozók számára is elkészítette a bevallási tervezetet. Az egyéb bevételekről, jövedelmekről szóló adatokat a tervezet nem tartalmazza, így azt az adófizetőknek maguknak kell kiegészíteniük a szükséges információkkal. A május 20-ai határidő az 1% jövedelemadó felajánlásra is érvényes. A magánszemélyek eddig dönthetik el, mely civil szervezetet szeretnék támogatni. Már csak néhány napig lehet benyújtani a 2018-as évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei évben még több adófizető számára biztosította a bevallási tervezetet, így 2019-ben a magánszemélyek és őstermelők mellett az egyéni vállalkozók is igénybe vehetik a hivatal nyújtotta szolgáltatást. Vatas Gábor, a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélkapcsolati osztályvezetője elmondta, az adófizetők egy része jellemzően már hónapokkal a határidő lejárta előtt megteszi a szükséges intézkedéseket. Minden évben akadnak azonban olyanok, akik az utolsó pillanatra hagyják a bevallás benyújtását. Nekik május 20-áig van idejük elfogadni a NAV által felkínált tervezetet. Őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak mindenképpen jóvá kell hagyniuk a tervezetet. Egyébként pedig a magánszemélyi kör, az ha leellenőrzi, összeveti a saját adataival, és a tervezett adatait pontosnak, helyesnek találja, akkor nem is kell jóvá hagyni, hiszen ugye ez a május 20-ai határidő, ez a bevallás benyújtására vonatkozó határidő, és egy olyan határidő is, hogy ezek a tervezetek automatikusan személyi jövedelemadó bevallássá válnak. Vatas Gábor hozzátette, az adókedvezményekre és azok feltüntetésére érdemes odafigyelni. Előfordulhat ugyanis, hogy a támogatás nem, vagy hiányosan szerepel a tervezetben. Ebben az esetben ki kell egészíteni a hivatal által felajánlott dokumentumot. Ha az egyéni vállalkozók, magánszemélyek, illetve az őstermelők elmulasztják a tervezet módosítását, elfogadását, vagy nem nyújtják be adóbevallásukat, a NAV felszólítja őket a dokumentumok pótlására. Ha pedig ez nem történik meg, az adóhatóság 50 000 forintos bírságot szabhat ki rájuk. Az adóbevallások benyújtása mellett az 1+1% jövedelemadó felajánlására is a május 20-ai határidő érvényes. A magánszemélyeknek eddig van lehetőségük kiválasztani, mely civil szervezetet szeretnék támogatni. Könyvbemutatót tartottak csütörtökön délelőtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karán. Az érdeklődők dr. Nagy László Gátszakadások a Kárpát-medencében című művéből a gátszakadások következményeit ismerhették meg. Részletek hamarosan. A városi piacnál kampányolt nemrég a Jobbik. Farkas Gergely, a párt országgyűlési képviselője, az európai parlamenti választás előtti turné során látogatott Bajára. A frakcióvezető helyettes a programpontok között az európai ügyészséghez való csatlakozást, a béruniót és az álhírek elleni fellépést említette. A Jobbik programpontjai között szerepel annak a bérúniónak a megteremtése, amelynek célja az lenne, hogy ne csak az árakban, hanem a bérekben is utolérjük Nyugat-Európát. A Jobbiknak ez egy régi programpontja, mondhatom így, ez a bérunió, és ennek érdekében szeretnénk dolgozni az Európai Parlamentben is, azok a képviselőink, akik majd oda kijutnak. Nagyon fontosnak tartjuk mi is a migráció kérdéskörét, kezdetektől fogva elleneztük a migrációt, és mi azzal is erősítenénk az ország és egyben Európa védelmét, hogy a határkerítés mellé határőrséget is szeretnénk állítani, tehát vissza szeretnénk állítani azt az intézményt, ami régen olyan jól működött. Ingyen vonatozhatnak kicsik és nagyok egyaránt az idei gyermeknapon. A Bajai Turisztikai Központ, valamint az ifjúsági szálló és kemping területén egésznapos programokkal várják a fiatalokat május 26-án. A fiatalok évében sem maradhat el a minden évben várva vár gyermeknap. A szervezők számos programmal várják az ide látogatókat. A Vidámpark, az arcfestés, a pónilovaglás, a játékműhely és a sportág választó mellett a városvezetés különleges meglepetéssel szeretne a gyermekeknek kedvezni. Az idejében is természetesen a városi rendezésben Baján is lesz gyereknap. De egész napos programok várják a szülőket, illetve a gyerekeket, és amit itt az idejében én most kiemelnék, hogy városi finanszírozással teljesen ingyenes lesz a kis vasutazás, illetve a légvárnak a
használatba vétele. Én remélem, hogy minél többen eljönnek a városi gyereknapra, és nagyon sok gyerek igénybe veheti ezt a két ingyenes napi szolgáltatást, illetve hát az időjárás is kedvez ennek a gyereknapnak. A gyerkőcök délelőtt 10 órától élvezhetik a színes programok által kínált lehetőségeket. A műsorok között megtalálható több bajai és környékbeli táncsoport bemutatója a Csurgó zenekar, a Monó Manó zenekar és Tengeri Attila doblós gyermek műsora. Valamint lesz zsonglőr játszóház és játékos élményprogram is várja majd a fiatalokat terápiás kutyákkal. A szervezők szeretettel várják a kicsiket és nagyokat egyaránt, hiszen, mint mondták, legyen ez a nap minden gyermek napja. Hiánypótló szakmai kötetet mutattak be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karán. Dr. Nagy László közel 30 éve foglalkozik a földgátak átszakadásával. A kötet bemutatóján az ágazat vezetői úgy fogalmaztak, a szakma nagy hasznát veszi a gyakorlatias írásnak és az összegyűjtött adatoknak, mind a terepmunka, mind pedig az oktatás területén. Dr. Nagy László szakterületei közé többek között az árvízvédelem, a talajvizsgálat és a földgátak tartoznak. Munkája során évtizedek óta foglalkozik azokkal a jelenségekkel és folyamatokkal, amelyek a védművek tönkremeneteléhez vezetnek. A szerző elmondta, a Kárpát-medencében összesen 11.400 kilométernyi földgát biztosít védelmet az ártól. A vízügyi szakember a 90-es évek elején kezdte a kutatást, a legkorábbi tiszai töltésszakadásról például egy 1564-es feljegyzést talált. A legtöbb gát pedig 1891. március 12-én dőlt össze. Aznap 77 esetet számoltak össze az országban. Ezeknek az adatoknak a gyűjtése eleinte egy izgalmas dolog volt, de amikor már 2000-et meghaladta a gátszakadások száma, jelenleg 2858 gátszakadásról tudunk, akkor ez egy hatalmas munkává változott, amelyikre gyakorlatilag soha nem rendelkeztünk anyagi keretekkel, támogatással, úgyhogy a saját szabadidőmben gyűjtöttem ezeket az adatokat. Az első kötetet még tavaly Budapesten mutatták be, most pedig elkészült a folytatás is az Országos Vízügyi Főigazgatóság támogatásával. A pontos számadatok mellett sok jó és rossz példát is összegyűjtött a szerző, ami iránymutatásként szolgálhat a védelemvezetők számára. Láng István úgy fogalmazott, az árvízvédelem nagy felelősséggel jár, így minél több adat áll rendelkezésre, annál hatékonyabb lesz a munka. Ismerni kell a gátak jelenségeit, akár a buzgár, felázás, szivárgás jelenségeket mindenképpen. A köztudatban általában, hogy a meghágás van, ez viszonylag ritkán oka ez a gátszakadásnak. Tehát sokkal inkább azokat a jelenségeket kell ismerni, ami megelőzi a gátszakadást, és felismerhető annak várható bekövetkezése, és még időben meg lehet tenni az ellenlépéseket, ezért fontos. A szerző 2015-ben átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, tudományos munkáját pedig Pro Aqua és szakirodalmi névódíjjal is elismerték. Dr. Nagy László a Bajai Víztudományi Kar szakmérnöki képzésében is évek óta oktatja a hallgatókat. A gátszakadásoknak mind a két kötetét mi tankönyvként kezeljük, nyilván ez el is érhető a könyvtárunkba, illetve az oktatás során a tantervi menetbe ezeket mint ajánlatirodalmat vesszük be. Ez egy nagyon fontos összefoglaló művek és nagyon gyakorlatorientált művek, hiszen valós gátszakadásoknak írja le a történetiségét, az okait, a következményeit, és hát ettől jobb tananyagot elképzelni sem lehet. Bár ma Magyarországon már nem az árvizek jelentik a legnagyobb kockázatot, mégis nagy kárt okozhatnak. Ezért továbbra is a vízügyi képzés egyik zászlós hajója ez a terület, tette hozzá a dékán. Az elmúlt hétvégén rendezték meg az Ultra Balaton futóversenyt, a legnagyobb érdeklődéssel várt hazai viadalt. A Magyar Tengert egyéniben és különböző váltókban is körbe lehetett futni, a több mint 220 km teljesítését több bajai sportoló is vállalta. Az embert próbáló távon végül többen is célba értek. Egyéniben Huzsvai Edit, Bene Ármin vagy éppen Németh Zoltán is ott volt. Míg a váltók között Várbíróné Sucz Viktória édesapjával Sucz Gáborral futott, de a dögös ötös is átlépte a célvonalat. Gratulálunk a teljesítményükhöz!
Kosárlabda lázban ég a város. A Bácska az előző héten bejutott a B-csoportos bajnokság döntőjébe, és ezzel feljutott az erősebbik piros csoportba. Pongóék szombaton már a finálé első összecsapásán fogadják a Salgótarjánt. Időutazás érzése lehet a bajai kosárlabda szurkolóknak, hiszen 2012-ben szintén a Salgótarján ellen vívott bajnoki döntőt a Bácska kosárlabda csapata. Akkor a tarjániak 2-0-ra megnyerték a finálét, és kivívták a szereplés jogát az élvonalban. Ezúttal ugyan a harmadik vonalnak számító zöld csoportban találkoznak a felek, de így is komoly érdeklődés mutatkozik a párharc iránt. Napi forma, meg mennyire agresszívan tudunk védekezni, azt fogja igazán eldönteni. De úgy visszatérve még az előző kérdésre, én azt gondolom, hogy a tarján játék az a mi csapatunknak jobban fekszik, mint a Vásárhelyé. A Vásárhely egy magassal játszó, sokkal mozgékonyabb társaság. A Vásárhely, vagy mi a Salgótarján, már félrebeszélek, a Salgótarján az nem játszik olyan gyors játékot, nem bontja meg annyira a védekezést, nincs annyira egy-egy bennük. Ott a Herendics nevű külföldiük az, aki óriásian meghatározó, meg hát egy bajai fiú, a Piukovics Bálint. A csapatokat nagy tét nem nyomja már, hiszen a döntőbe jutással mind a Bácska, mind pedig a Salgótarján kivívta a piros csoportba való feljutást. Ennek ellenére természetesen mindkét fél bajnoki címmel és aranyéremmel szeretné zárni az idényt. Az első összecsapást szombaton 18 órától rendezik az MNLMK sportcsarnokában, a párharc az egyik fél második sikeréig tart. Főbb híreink önnek még egyszer, röviden. Az asztma hónapja. Évente 20 000 új beteget diagnosztizálnak. Közeleg a határidő, már csak 4 nap van hátra az SZIA bevallás leadásáig. Bajnoki döntő előtt szombaton megkezdi a Salgótarján elleni finálét a Bácska kosárlabda csapata. A Bajai Televízió híradóját látták, friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Pénteken a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, amelyből főként az ország keleti felén alakulhat ki helyenként zápor, egy-egy zivatar. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között várható.